Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, egy szerelmi jóslás karácsonyra, és ezúttal szeretnék boldog, békés karácsonyi ünnepeket kívánni. És ehhez hozzáfűzném azt is, hogy mennyire fontos az, hogy higgyünk a jó Istenbe, hogy legyen meg a vallás, legyen meg az összetartás, a béke, hiszen ki tudna más segíteni nekünk ebben a rossz helyzetben, ezekben a háborús időkben, mint a jó Isten. És erősítsük, tartsuk meg a hitünket, éljünk békében, nyugalomban és szeretetben. És ezt a nyugalmat, ezt a szeretetet, ezt a békét és ezt a nyugalmat kívánom nektek, különösen most így az ünnepek alatt. És most megtekintjük azt, hogy mit mutatnak a kártyák. Itt, amikor az egerek megjelennek, eltávolítanak valamit. Mivel itt a ravasz rókánál hamisságról van szó, az egerek segítenek most ezeket a hamisságokat eltávolítani, vagy hamis személyeket eltávolítani, sőt, az egerek felfalják a hegyet is, a problémákat, a nehézségeket. A kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Tehát itt most rendeződnek a dolgok. Elmúlnak a hamisságok, a problémák, a nehézségek, és akkor itt megjelenik a park, a nyilvánosság, az elismerés, sőt, a fa jelenti a gyógyító erőt is. Tehát itt fordul a kocka, javul a helyzet, megkapjátok az elismerést, a fa az jelenti a gyógyulást, amit a fa még jelenthet egy bizonyos helyet, ami erőt ad, ez a park, a természetet, ez lehet egy kiruccanás, és ami jót tesz most neked, a friss levegő, vagy egy séta. Amit a fa még jelenthet, amikor keresed a helyedet az életben, amikor úgy mondhatod, igen, itt most elérkeztem, ez egy biztos hely számomra. Ez lehet a hivatás, lehet a lakhely, de lehet a párkapcsolat is. És hogyan alakulnak a dolgok? Itt lehet munkahelyi változás, hiszen ez a horgony jelenti a munkát, a hivatást, a gyermek utalhat gyermekekre, a családra, de azt is jelentheti, hogy gyermekekkel dolgozol. Amit ez a kislány még jelent, egy új kezdet, és itt látható a kereszt. Ez lehet vallási téma is. Mint mondtam, erősítsük a hitünket, mert szükségünk van a jó Istenre, az angyalokra, az égi hatalomra, hiszen ők tudnak segíteni nekünk, sőt, még a gyógyulásban is. Amit ez a kereszt itt még jelent, amikor a sors utak kereszteződnek, ez lehet egy kármikus kapcsolat is. Vagy jelenti a döntéseket, hiszen elérkezünk az életútunkon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkozunk azon, hogyan tovább, milyen irányba. És akkor itt fontos döntésekről lesz szó. Ez lehet egy munkahelyi új kezdet, egy kármikus szerelem, párkapcsolat, újdonságok, új kezdet, vagy egy kisbabának a születése. És én kívánok neked
kellemes karácsonyi ünnepeket és egy szép napot. Minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera!